gyakorlatilag a fuzáriumok a talán az egyetlen nekrotóf szervezet, ami tényleg veszélyezteti a kalászos gabonák termesztését. Most alapvetően a világban mindenféle rendkívül elterjedt gombanemzetség. Javarészük egyszerű mezei szaprofág kórokozó, tehát elhalt szárásanyagot eszik. Ha nem lennének, akkor most kötésük járhatnánk az elhalt növényi törmelékben. Viszont egy részük fakultatív parazita, nagyon kis mennyiségük, esetleg obligák parazitaként is felléphet. Például a fusarium, kulmórum, graminárum, esetleg a kukoricán. De alapvetően az őszi búzára nem ez a jellemző, hanem különböző fusarium fajok fogékony fenoklógiai időszakban megtámadják. Meg tudja támadni igazság szerint a fusarium gomba például micillium melanomos fertőzés formájában, akár a szártövet is. Néha előfordul, hogy ilyen kehes a szár, elvágjuk belül micélium, tehát belülre penészes a szár, de ez meglehetősen ritka. Néha a levélen is foltosság, iszonyatosan nehéz észre, hogy az pont fusarium okozta. Ez a legfőbb probléma, hogy a kalászt is megtámadja. Most döntően, ugye, amikor a kalász kint van, tehát kikalászolást egész teljes érés végéig, fogékony a fusarium fertőzésre a búza, és a búzák között is van különbség. Az alakor például egyáltalán nem, iszonyatos fertőzési nyomás kell, hogy megfertőződjön, a durmok általában nagyon fogékonyak, a tönke kevésbé, dacára annak, hogy ugye hatalmas toklásszal rendelkezik, nagy megfertőzhető felülete van. Kenyérbúzáknál meg döntően a fajta határozza meg, hogy mennyire fogékony a fuzáriózis fertőzésére. Ugye nekrotóf kórokozza a fuzárium, tehát ugye elhalt növényi részeken szaporodik. Viszont a növény elhalasztásához rendelkezik kellően erős mikotoxinokkal, amik hát nem csak a növényre mérgezőek, mert nem csak az egyéb antagonista gombák ellen hatásosak, hanem az emberi és az állati szervezetre is rendkívül toxikusak. A fuzáriózis ellen igazság szerint csak a megelőzéssel lehet védekezni ökológiai termesztési viszonyok között. Kezdeném azzal, hogy jó ölteményt válasszunk, tehát semmiképp ne tegyük gabona után, főleg ne kukorica után. Ha mégis megtettük, legalább forgatásos talajművelést alkalmazunk, ezt a rettenetes mennyiségű fertőzőanyagot, amely talajfelszínen ott van, azt tegyük be a talajba, onnan már elő nem fog jönni. A másik megoldás pedig a genetikai védelem, hogy keressünk olyan fajtát, ami kellően rezisztens a fuzáriumokra, olyan esetekben is, amikor nagy a fertőzési nyomás. Ez nyilván több helyről, több éven át kellenek adatok, és mindenképpen ökológiai termesztési viszonyok közül a szomszéd gazdának a konvencionális termesztésmenet eredményei nekünk semmit nem mutatnak, mert ő valószínűleg védte, lehet, hogy ért hozzá, tehát többször is védte. Nem tudjuk, milyen körülményeket produkált, egy biztos, a mi átállt területeinken ez már nem valósítható meg. Tehát teljesen másra kell fókuszálni. Vannak nyilván olyan javarészt EU listáról bekerült fajták, amiket még konvencionális termesztésben sem lehet megvédeni. Lehet permetezni négyszer virágzásban, és még mindig magas lesz a toxin tartalma. Ezeket nyilván kerülni kell, főleg ökológiai termesztésben, mert ott semmilyen módon nem tudjuk a fertőzést megakadályozni. Kizárólag agrotechnikai védelemmel és kizárólag genetikai védelemmel. Más módszerünk nincs, viszont ezt ügyesen alkalmazzuk, ez hatékony tud lenni. Tehát azért léteznek, vagy mérsékelten rezisztens, tehát többé-kevésbé rezisztens fajták. Teljesen, totálisan rezisztens fajta nincs fuzáriózis ellen. Amennyiben már megjelent a fuzáriózis a kalászokon, tehát ilyen kalászok vannak az állományban, nyilván ezeket a fertőzött szemeket meggyógyítani már nem tudjuk, a toxint belőle kiszivattyúzni, kiszűrni nem tudjuk, ez gyakorlatilag irreális elképzelés. Viszont a betakarítás során érdemes úgy beállítani a kombányt és később a tisztításnál a tisztító berendezéseket. Ez most attól függ, hogy kinek milyen van, de mindenképpen egy jó gépész tanácsát ilyenkor érdemes kikérni, hogy minél intenzívebben, minél hatásosabban legyen kitisztítva a gabona, és ezek az apró összetöpörödött, esetleg elszíneződött szemek ne legyenek benne, mert ezeknek a toxin tartalma esetleg irtózatosan magas lehet. Gyakorlatilag az méregként fakadó fel, ha ki tudjuk szedni külön ezeket a szemeket. És ekkor a minőségi kártétel, az, hogy tele van toxinnal, átalakul némi mennyiségi kártétellé. Azért mondom, hogy némi mennyiségű kártétellé, mert ezeknek a szemeknek, amiket megtanultat a fuzárium, az 1000 szem súlya rettenetesen lesz. Ugyan üres szemek ezek már, terméshéj, maghéj, benne esetleg némi endospermium, stb. Csíra maradvány, gombafonalak és gombatoxin. Másból nem áll, ez viszont ugye nem alkalmas arra, hogy bármilyen módon forgalomba hozzuk. Tehát ilyenkor a betakarításnál, a tisztítással elég sok fuzáriumos szem és maradvány kiküszöbölhető. Aki ügyesen csinálja, az még az ilyen termés, ilyen kalászú termésből is
kisebb mennyiségű, de alapvető termést tud csinálni. Csak mondom, nagyon kell ügyelni, pontosan, hogy mit, hogy állít be az ember, ez viszont nem... Tehát ez egy fuzáriummal részlegesen fertőzött kalász. A fertőzés maga már kb. 2-3 hete megtörtént, tehát amikor nagy esőzések voltak. Ez a búza javarészt valószínűleg akkor virágzott, ez a legfogékonyabb fenológiai fázis, mert mondom, kalászolástól viaszérés kezdetéig még nagyon fogékony a búza, de tényleg a csúcspont a virágzásnál van. És hát ezek a tipikus tünetek, hogy elhalványodik, a kalászorsóra is ráhúzódik az elszíneződés, a toklászok kifehérednek, erről sokszor pont a toklászon landol a konidium, esetleg az aszkospor, ami elindítja a fertőzést. És szinte minden esetben a kalász ilyen, hát ilyen seszínű lesz. Van, amikor itt az elhalványodott részeken megjönnek ilyen magenta, narancssárga, rózsaszín elszíneződés, néha kicsit gyapjas is, akkor látszik, hogy ott a gomba már nagyon jól érzi magát, mert micéliummal kívül van a terméshéjon, és termel toxint, mellette termel színanyagot is, de ez nem feltétlenül igaz. Tehát lehet olyan szituáció, főleg mondjuk, ha alacsony relatív páratartalom, hogy a gomba nem jön ki, és marad ez a ilyen szalmaszínű elszíneződés. Még egy fontos dolog, hogy a fuzáriózis leginkább ilyenkor, tehát a viaszérés első harmadában lehet jól felismerni. Későbbiekben a természetes érés folyamán gyakorlatilag az egész kalász el fog sárgulni. Onnantól már meglehetősen nagy gyakorlat kell annak az eldöntéséhez most, hogy az a beteg kalász tényleg betege, vagy csak az érés folyamata látszik rajta.